Szeretettel köszöntöm a nézőket, Dunaszentgyörgyön járunk, Sebestyén Gáspárnál. A székely hagyományokról, művészetről fogunk beszélgetni, amely művészetet egyébként én úgy látom, úgy érzem, hogy ezek a székely hagyományok táplálnak. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide önhöz. Én köszönöm, hogy meghívtak, hogy itt vannak velem, és én bemutathatom így az általam megfogalmazott dolgokat, festményeimet. Már gyermekkorom óta én úgy vonzottam a képzőművészethez, főleg azért, mert édesapám tulajdonképpen a szüleim bukovinai székely származásúak, András falván éltek annak idején Bukovinában. Ő szobrászművész szeretett volna lenni. Nagyon sok szép faragása volt, nagyon aprólékosan, precízen dolgozott, és mellette édesanyám meg nagyon szépen szőtt. Édesapám által készített osztovátó, ez a szövőszék, azon készítette a dolgait. Ön már itt született Magyarországon, Szekszárdon. És aztán hol nőtt fel? Kakasdon nőttem fel. Sok Sebestyén van Kakasdon. Igen. Köztük Sebestyén István is, ugye? Sebestyén István, más a mondó. Unoka öcsém, anyai ágon unokatestvérem, de nálunk mindenki Sebestyén volt, és nem voltak rokonok egymással. Tehát, hogyha valaki bekopogtat a Kakasdon, a faluban, egy házba, és egy Sebestyént keres, akkor biztos, hogy fog találni egyet. Biztos talál, igen. Úgyhogy nagyon sok Sebestyén van. Pistával is szintén együtt nőttünk fel, nagyon sokat voltunk együtt gyermek és ifjúkorunk korunkba. Hát ő aztán később fejlesztette magát, és odájutott a népművészet mestere. A gyerekkorukat mennyire határozták meg a székely hagyományok, ez a kultúrkör, ahonnan származnak? Nagyon meghatározták. Annyira benne éltünk, hogy teljesen a zsigereinkben benne volt, a szüleink, nagyszüleink minden rezdülésünket magunkévá tettük, tudtuk, hogy ez a miénk, és úgy értünk, hogy a szüleink, hát nem kellett, hogy diktálják nekünk, mert mi követtük őket ízig-vérig, és én is nagyon szerettem ott Kakasdon ebbe a székely közösségbe élni, és nagyon beleéltem magam ebbe a székely dolgokba. Milyen volt ez a közösség egyébként? Miket, hogyha így vannak emlékei, milyen dolgokat csináltak gyerekként? Mi volt az, ami mondjuk a legmeghatározóbb élménye? Hát gyermekkorunkban minden évnek mi a nagyszerű játékaink voltak, minden évnek, évszaknak megvolt a maga játéka. Készítettük a kenderpuskát, azt éppen most elhatároztam, hogy az unokámnak is legközelebb készítek egyet. Akkor nem volt tévé, meg nem voltak ezek a szuperjátékok. Megragadtunk minden lehetőséget, de nagyon boldogan és jól el voltunk úgy egymással mi gyerekek. Aztán hát így növögettem. Ja, és akkor voltak ezek a köztes élmények, amit, mint én is úgy visszaemlékszem, hogy volt az úgynevezett guzsajas, meg volt a terebuza fosztás, a terebuza, a kukorica az ősszel, hogy egybe leszették, nem szedték le a héját, hanem úgy letörték, hazavitték, és otthon esti beszélgetés közben a csűrbe, fészérbe ott fosztották, összejöttek rokonok, barátok, ismerősök, vidám beszélgetés között,
ott fosztották a kukoricát természetesen, mi is be voltunk odafogva gyerekek. De amikor már este egy kicsit későbbre járt az idő, hűvös volt az az októberi este, és akkor a panusba bújtunk. Az a panus a kukorica háncs. És abba bújtunk bele, és úgy fosztottuk a kukoricát, és hallgattuk közben a felnőttek beszélgetését. A guzsajas az meg már téli estéken folyt, az is gyakran volt mi nálunk, mert egymáshoz jártak, így a felnőttek, nem volt tévé, azzal telt az időtöltésük esténként, hogy egymáshoz átjártak. Engem is vittek mindig a szüleim magukkal. Amikor még mi nálunk volt guzsajas, akkor a szobába, ahol összejöttek, volt a sarokban egy ágy, én oda mindig felkuporodtam, felültem és hallgattam a beszédüket. A Palka Józsefné, Zajc Zsuzsi néni, az második házból lakott tőlünk, tehát szomszéd volt, ő gyakran ott volt nálunk, és sokat mesélt, nagyon sok székely, érdekes mesét elmondott, és mindig úgy vidáman elteltek ezek az esték is. Aztán voltak szomorú történetek is, hogy édesapám korai halálakor, de mint élmény, ezt elmondom gyorsan, hogy akkor virasztottak az emberek a házak, a halottas háznál, és nálunk is teltház volt, közben mindig volt egy-két vezető ember, aki úgy vezette az imákat, énekeket, felolvasott könyvekből, és azt vettem észre, hogy Mátyás bácsi, Matyicska bácsinak hívtuk, dupla Mátyás, vezetékneves, keresztneves Mátyás volt. Ő vezette a virasztáskor az egész mindent, és azt vettem észre, hogy egy kézi írású könyvből olvas fel. Hát én is ott voltam, oda settenkedtem mögéje, és néztem, hogy de gyönyörű betűkkel van írva ez a könyv. Szinte rajzolt betűkkel, és ő abból olvasott föl, és abból énekeltek is, meg ő vezette az egész virasztást éjjel. És akkor később én ezt megkérdeztem, hogy kinek a könyve volt ez, és kézírású, hát még ilyet nem látta. A László Márton bácsi. Tehát fejben készült. Igen. Úgy hívták, hogy Pintyer Feri Marcika. Én őt már nem ismertem, ő már nem élt, de az eredeti kézi könyvét így megismerhettem, hogy láttam saját szememmel. Úgyhogy... És hova került ez a könyv, azt tudja? Azt már nem tudom. Nem tudom. Hát reméljük, hogy megvan még. Most, ha átmegyünk Kakasdon, akkor úgy átjáróban is látja az ember, ha csak arra megy, hogy ez egy eléggé pezsgő kis település. De ahogy ön most itt mesél a gyermekkoráról, én úgy érzem, hogy ez még annál is, mint amilyen most egy ilyen pezsgőbb dolog volt. Igen, de most is az. Mert most a másik, aki löketet adta a másik személy, az apai nagybátyám, édesapámnak az öccse, a Sebestyén Ádám kántor, néprajzgyűjtő. Ő felkarolta a székelységet, és ő alapította meg a székely együttest Kakasdon. 71-ben már kezdődött, 72 őszén alakult meg a Kakasdi székely együttes, és ő nagyon összefogta a kakasdi székelyeket, és aztán könyveket is kezdett írni. A második könyvéhez a gazdálkodás a Bukovinai András falván, az itt van, ez a szürke könyv. Hát akkor ez valóban egy néprajzi szempontból is meghatározó gyűjtés. Összes rajzot, mert sok ábra volt szükséges. Ő fotózott, meg a kis kézi magnójával vette a felvételeket, amit neki ott mondtak. Fotózott, és engem mindig vasárnaponként megszólított, mert hát, hogy vallásos ember voltam én gyerekkorom óta, és vagyok most is. Eljártam misére, litániára, és megszólított vasárnaponként, hogy öcsém, tudsz jönni rajzolni? Megyek, Ádám bácsi, kivezették a lovat.
felszerszámozva, besztercei hámot kellett volna lerajzolnom. Azt mondták, hogy rajzold le a hámot, de a lovat hagyd ki belőle. És akkor így ilyen 3D-s szerűen jártam körbe a lovat, és minden nagyon aprólékosan kellett rajzolni, mert Ádám bácsi minden egyes részletét, minden egyes dolognak külön megjelölt, hogy ez melyik része, ez micsoda, és azt a könyvbe belevitték, Schubert Péter vitte különben nyomda alá. Ez a hám? Igen. Ezt kellett megrajzolni úgy, hogy rajta volt a lovon? Igen. Húha! Hát... És aprólékos, hogy minden részlete és a másik? A másik meg pedig a fürgáncsis szeker. Azt... Remélem, azt nem menet közben kellett. Kihozták azt is az udvarra, mert a csűrbe volt Farkas Lajos keresztapám lovaskocsija volt. Fotó is van, meg az előző hámról is van, ahogy a ló alatta van, rajta van a lóban. Úgyhogy sok ilyen ábra van. Ezt a teljes egészében ezt én rajzoltam. Kakasd után hogyan került Dunaszentgyörgyre? A bátyám itt élt a családjával. Gyakran jöttem a bátyámikhoz, és hát elmentünk egy alkalommal az unokaukommal, hát ugye a bátyám lányával, elmentünk itt Szentgyörgyön a szilveszteri bálba, és közben az unokahúgomat fölkérték táncolni. Szünetbe leültek egy asztalhoz, de én még akkor csak nézelődtem, úgy nem ismertem senkit, úgy tapogatoztam, hogy kit érdemes fölkérni, vagy sem. Táncolni szerettem mindig, ahol lehetett minden bálba ott voltam. És hát ott ült az asztalnál az unokaöccsével a leendő feleségem is, és pont úgy jött az alkalom, hogy egymás mellé ültünk, oda ültettek, elkezdtünk beszélgetni, bemutatkoztam neki, és mondtam, hogy a Sebestyén István öccse vagyok, a Sebestyén István tanár az én bátyám volt. Katikámnak így felcsillant a szeme. Jé, a Pista bácsinak az öccse. Hát az kolléga, mert ő is pedagógus volt. Aztán így beszélgettünk, és később akkor találkoztunk, leveleztünk egymással. Hétvégén eljárogattam ide a Dunaszentgyörgyre, és akkor így jöttünk össze. Akkor hát hamarosan eljegyzés lett belőle, mert pont egy székely lakodalomba hívtak húsvétkor, amikor ő először ott volt mi nálunk. Székely barátaimnak a lakodalmába. A hívogató bácsika szallagos botjával megjelent, elmondta a kis rigmust, meghívott engem, de látta, hogy ott oldalborda van mellettem, akkor úgy gondolta, hogy hát akkor ma őt is illik meghívni, meghívta, de hát mi úgy tervezgettük már, hogy előbb-utóbb jó lenne komolyabb kapcsolat, hogy összeházasodunk, mert nagyon hirtelen úgy megszerettük egymást, és akkor hát az már ilyen hirtelen jött ez a lakodalmi hívás, akkor majd gondoltuk, hogy akkor eljegyezzük egymást, kedden húsvét után kedden mentünk gyűrűt venni. Még eljegyzés nem volt, de ma úgy mentünk a lakodalomba. Néztek is nagyot, mert nem tudta senki, hogy én már vőlegény vagyok, és hát nem is. Volt egy lánykérés is? Lánykérés az később volt, édesanyámmal eljöttünk Dunaszentgyörgyre, és én saját kis rigmusommal megkértem a leendő feleségemnek a kezét a szüleitől, és hát... És nem mondtak nemet. Nem mondtak nemet, így kerültem Dunaszentgyörgyre. Közben akkor már ide hívtak az atomerőműhöz is, mert a volt kollégáim ide jöttek, és az egyik kolléga beajánlott engem az atomerőműhöz, én előtte a műszergyárba dolgoztam. Hát hozzáteszem, hogy én elkezdtem a gimnázium éveket, mert mindig jó tanuló voltam általánosban, mindig jeles kitűnő tanuló voltam, de hát, hogy édesapám elment idő előtt, akkor édesanyám nehéz helyzetbe került, ő nem panaszkodott, egy negyed szóval se.
ő rengeteget dolgozott, és előteremtette nekem a szükséges pénzt, ami kellett az iskolához, de láttam rajta, hogy sokat szenved. Úgy gondoltam, hogy nekem pénzkereső szakmát kell keresnem minél előbb. Nincs kilátás arra, hogy én főiskolára, egyetemre menjek. És így az első év után ott hagytam a gimnáziumot, elmentem ipariskolába, esztergályosnak tanultam. Megszerettem ezt a szakmát is, pedig álmomba se gondoltam, hogy én még esztergályos is leszek. De az a precízség, ami amúgy is gyerekkorom óta úgy bennem volt, hogy század meg ezred milliméter pontossággal kellett dolgozni. Hát az úgy nekem tetszett, és csináltam. Jó, de tehát, hogyha belegondolunk, valahol a festészet is, tehát a rajzolás is milliméterekről szól. Igen. Igen, tehát lehet mondani, hogy itt azért van egyfajta összhang vagy szinergia a munka és a hobbi között, ugye? Én már gyermekkoromban vagy gépészmérnök, vagy festőművész szerettem volna lenni. De hát így nem adatott meg nekem, hogy ilyen iskolákba kerüljek. Hát akkor így próbálkoztam, de amikor ipariskolát is kitűnő eredménnyel fejeztem be, utána befejeztem a gimnáziumot levelező tagozaton, természetesen már céljaim megvoltak. Én akkor már egyre inkább úgy terelődtem, hogy kezdtem rajzolni, és egyre többet, és hogy jó lenne ilyen irányba, képzőművész irányba haladni előre, de közben megtudtam, hogy nappali tagozat az nincs, csak levelező nincs, csak nappali tagozat. Hát én nekem pénzt kellett keresni, így nem volt lehetőségem erre. Aztán közben, hogy én ide kerültem az atomerőműhöz, itt viszont lehetőségem volt, hogy munka mellett technikusi végzettséget szerezzek. Ez Pécsen a Zipernovszky Károly műszaki szakközépiskola és technikumban elvégeztem, szintén kitűnő eredménnyel. Alaposan megtanultam mindent. Így lehetőségem nyílott az atomerőműbe, hogy a főnököm nagyon jó barátságban is voltunk, mert sok újításunk is volt együtt is, meg külön is, nekem is, és hát felsőbb vezetés megszólította őt, hogy alakítson már egy fejlesztő részleget, helyiséget is biztosítottak neki, meg mindent biztosítanak, de ő szedjen össze embereket maga köré. És oda ő hívott engem, de már nem esztergályosnak, hanem tervezőnek. Mert hát látta, hogy műszaki rajzot is szeretem csinálni, és csináltam. És akkor így mellette tervező voltam, ketten, ő is technikusi végzettségű, én is, de fél szavakból megértettük egymást, és együtt terveztünk, én meg rajzoltam is mellett, én rajzoltam meg az alkatrészeket, meg azt a gépet, berendezést. Az erőművel sokszor ilyen, mondjam azt, hogy ilyen lehetetlenebb kis gépet kellett gyártsunk, mert ami az ottani karbantartáshoz szükséges volt, és nagyon gyorsan kellett kitalálni, megtervezni és elkészíteni. Szerette ezt a munkát? Én nagyon szerettem ezt az aprólékos munkát. Később, amikor átkerültem a szerkesztésre, ott a kollégák, az ottani kollégákkal így beszélgettünk erről, hogy ebben a műszaki rajzolásban is van művészet. Mert egy tervező, főleg ami mi nekünk kellett kitalálni gépet, berendezést, annak a gépnek, berendezésnek minden apró részletét, a belsejébe, azt a kis csavart is, meg minden részletét tudni kellett, hogy mi, hol, hogyan helyezkedik el, és azt le kellett tudni rajzolni is, hogy össze tudjuk rakni ezt a gépet, berendezést. És ehhez művészet kell, szükséges a térlátás, hogy magunk előtt kellett lássuk azt, ami még nem létezett. És hát így alakult. Aztán hát tulajdonképpen, ja, közben Miklós, aki
mellettem, akkor már úgy párhuzamba dolgoztunk egymás mellett. Ő volt a vezető, én mellette a tervező, 94-ben nyugdíjba vonult, 96-ban viszont én terveztem egy olyan számítógép vezérlésű mobil gépet, amivel az atomerőműben olyan helyen is lehetett dolgozni, ahol a nagy sugárveszély miatt ember nem sokat tartózkodhatott. És ez egy egészen kiemelkedő és egyedülálló újítás volt, lehet mondani? Le kellett védeni. Le kellett védeni, már az osztályvezető utána érdeklődött, és kiderült, hogy egész Európában nem csinált senki ilyen gépet. Gáspár, én rengeteg székely viccet ismerek. Nekem vannak székely felmenőim, úgyhogy én nagyon szeretem hallgatni mindig ezeket a vicceket, amelynek a fő vonala az az, hogy a székely ember hallgatag. Ugye? Ön is ismer biztos ilyen vicceket. Igen. Na most ön ezt teljesen megcáfolja. Én meg. A kedves nézők is szerintem látják ezt, hogy ön ezt teljesen megcáfolja. Ez nekem jó nagyon, mert nagyon élvezetes hallgatni, ahogy beszél az életéről és a gyerekkoráról. Szeretid Dunaszentgyörgyön? Nagyon szeretek, ugye? Nagyon szeretek. Hát az volt a helyzet, hogy amikor a feleségem szegénykém elment, hát az első időszakban főleg nagyon gyakran jártam ki a sírjához, most is hetente kijárok, de akkor nagyon sokat mentem. És második sorban egy idősebb nénike úgy megszólított, éppen ő is hozzátartozója sírját gondozta, úgy magázva szólt hozzám: Gáspár, el akar menni Dunaszentgyörgyről? Nem tudom, Mende mondta volt, vagy nem, vagy ő honnan szedte, de ő így rákérdezett. Mondtam, hogy nem, na én nem akarok elmenni, én jól érzem magam itt Dunaszentgyörgyön. Azt mondja, ne is menjen, azt mondja, hogy szeretik magát. Úgyhogy én azóta is itt élek Dunaszentgyörgyön, tényleg itt nekem nagyon jó ez a környezet, úgyhogy meg ezt a házat mi építettük. Ismeri. Benne van az egész élet. Igen, meg minden részletet, minden sarkát ismerem, meg az, hogy a falba, meg mindenütt, hogy mi, hol villanyvezeték, meg minden mi, hogyan, és mint van. És meg hát az, hogy nem spóroltunk ki ebből a házból semmit, úgyhogy benne van, amit szükséges volt beleépíteni. Úgyhogy anyagban és érzésben is egyébként. Mindenhogyan, így van. A feleségéről, ahogy beszél, én azt érzem, hogy egy nagyon fontos személy volt ő az életében, mindenben. Ugye gondolom, hogy együtt gondolkodtak. Először nagyon nehéz volt. Egy-két hónap alatt leadtam 15 kilót. Úgyhogy nagyon, nagyon nehéz volt. De aztán úgy igyekeztem talprálni, mert jó, még annyi, hogy a festést nyugdíjas koromba kezdtem el igazából, mert addig pihentek az ecsetek, építkezés, pont így visszatérve. Építkezés, meg minden ügyek, sok dolog az atomerőműben is. Amikor tervező voltam, még néha a munkát is hazahoztam. Itthon végeztem el különböző számításokat, mert a rajzolás mellett sokat kellett számolni. Nem volt idő festeni. De nagyon kedves kollégáim voltak, nagyon aranyosak voltak, és amikor nyugdíjba vonultam, festőkészlettel leptek meg. Épült egy új templom, amire megkértek, hogy 10 éves volt a templom, nem volt normális stációkép, mondjam azt, hogy nem normális, már csak egy ilyen fotómásolat, papírmásolat volt, ami be se volt keretezve, csak alul felül egy-egy léc, és hát az nem igazán illett ebbe a szép templomba. Kellenének valami normális képek már ide, stációképek. Aztán hát megkérdezték, hogy elvállalom, nem vállalom. Akkor írtam, meg is ijedtem. Ez nekem nagy feladat, nagy falat. Tehát én most 14 ilyen nehéz bibliai témájú képet, hogy megfessek, hát időben ez nekem nagyon sokat, nincs nekem arra időm ilyeneket festeni. Akkor úgy nem vállaltam el, de közben így a feleségemmel, mi mondom, így nagyon jól megvoltunk egymással, nagyon úgy szerettük egymást, nagyon
és hát meg ő pedagógus révén csak nyáron tudtunk kirándulni, július vége, augusztus, akkor tudtunk elmenni pár napra itthonról, elmentünk Gergely Ugornyára, és többek között ott Mária Pócsra is elmentünk, megnéztük a Könnyező Madonnát. Ott a templomkertben volt egy sátor, ahol árultak különböző kegytárgyakat. Mindjárt a szemem egy ilyen picike kis tenyérnyi füzeten akadt meg a keresztút stációi. Mindjárt legelőször. Úgyhogy én azóta is azt mondom, hogy Jóisten irányította még a figyelmemet is oda. Megnéztem. Hát ilyen pirinyok, a kis féltenyérnyi kis képek voltak benne a keresztút stációiról, és akkor hát megvettem, hogy majd valami lesz vele. Valamit meg kellett venni. Igen, meg kellett venni, de a dilemma benne volt, hogy én ezt hogyan vállaljam el, de motoszkált a fejembe, és utána nem sokra volt a Bukovina találkozások Bonyhádon. Ott egy kedves unokahúgommal összefutottam, aki hitoktató volt Szekszárdon, sajnos már nem él, ő sem. De mondom neki, hogy figyelj Márti, milyen felkérést kaptam, én nem érek rá ilyenekre, hát mit szólsz hozzá? Erre az volt a válasz, hogy úgy érzed, hogy el kell vállalnod, vállald el. Azt mondja, jó Isten, majd ad rá időt. Aztán így is lett. Akkor elvállaltam. Október elején elkezdtem az első képet, megfestettem, akkor nyugodott meg a feleségem. Meddig tartott a munka? Hát, 900 órát dolgoztam vele. Mikor meghalt a feleségem, utána volt Csátalján az első kiállításom, amire fölkértek. Mondtam is, hogy ez nekem fejrázás lesz, mert nagyon padlón voltam akkor. Aztán az Illés Tibor, az országos vezető elnök is ott volt. Aztán utána felhívott, sőt küldött, meghívott, hogy menjek el, mert Kismányokon épül a székelyház, annak az alapkőletétele van terve, és menjek el én is arra az ünnepségre. Mondtam, oké, Tibor, ott leszek, majd találkozunk, mert előtte a templomban mindig ilyen ünnepség a székelyeknél szentmisével kezdődik. Ott leszek, mondtam, nem, azt mondja, ne ott legyél, légy szíves, gyere Bonyhádra, a templom elé reggel 7 órára, és innen majd átgyalogolunk mi Kismányokra, egy kis zarándoklat lesz. Jó, mondom, hát én szeretek gyalogolni, meg hát az a 7-8 kilométer, az nem nagy távolság. Aztán hát úgy elmentem, én beálltam, vagy voltunk, vagy 40-en, beálltam a sor végére, a Tiboron kívül senkit nem ismertem. És a gimnázium táján láttam, hogy két hölgy hozzánk csatlakozik. Mondom, hogy leghátul kullogtam a sor végén. Hátra néztem, hát a mostani párom, ő volt az egyik barátnőjével. Meg is szólítottam őt, megkérdeztem, hogy megismeri, megismer persze. De hát aztán ez... Nagyon van. Karakteres ember, úgyhogy nem nagyon hiszem, hogy nem lehet megismerni. Még ha sok év is eltelik, tehát abszolút egy ilyen hihetetlen karakterön. És akkor hogyan alakult tovább? De akkor hónapokig semmi nem volt. Aztán hát közben már úgy letelt a gyász év is, akkor Facebookon kerestük, találtuk meg egymást. Szilveszterkor úgy följártunk a Szent István Bazilikába virasztani, és volt egy meglátásunk, amit csak ketten láttunk meg, egy villanó fény az oltári szentségből, de nem is egyszer, meg egy oldalba is bögött, láttad? Mondom, mit kellett volna látnom? Hát a fényeket. Mondom, én láttam azt, és kubizom, hogy honnan jöhetett rá. De az már éjfél után volt, és olyan kicsit félomály volt, nem láttunk semmit. Nem hagyott békén, mert hogy ezt meg kell festened. Mondom, ez megint nehéz téma, mondom, a bazilikának a szentélyét megfesteni, az nem semmi dolog, ott nem lehet mellé beszélgetni. Gáspár, én nagyon köszönöm, hogy itt lehettünk. Hihetetlen élmény tényleg, tehát nagyon, nagyon érdekes dolgokat mesélt az életéről, és sok sikert kívánok az útján, ezen az új úton. És remélem, hogy
rövidesen még találkozunk. A nézőknek a figyelmet köszönöm, szép napot kívánok!